Sziasztok! Üdvözlök benneteket ismét a csatornámon. Több nézői kérdés is érkezett, hogy hogyan tudtam megcsinálni ezt a színátmenetes, háromdimenziós perspektív szöveget. Ugye az előző részből bemutattam a Transform Image alkalmazást, ahol magát ezt a perspektív képet el lehet készíteni. De ugye hát az, hogy ezt egy teljesen nekünk tetsző szöveggel, tehát színátmentes szöveggel meg tudtam csinálni, az volt a kérdés, hogy azt hogyan tudtam megoldani. Ugye egyszerűen csinálok egy fehér hátteret, idejövök az alkalmazásokhoz, és itt pedig megkeresem a Type Gradient alkalmazást. Ugye ez lenne az. Ide egyszerűen beírom az általam kiválasztott szöveget, kiválasztom a betűtípust. Arra azért figyelni kell, hogy nagyon sok betűtípusba, most én kiválasztom például ezt, lehet látni, hogy az A betűt azt nem csinálta meg, mert ez nincs bent ebbe a betűtípusba. Úgyhogy erre nagyon kell figyelni, hogyha ékezetes betűkkel dolgoztok, hogy nem biztos, hogy igen, ebbe benne van szerencsére. Tehát nem mindegyik betűkészletben vannak bent az ékezetes magyar betűk. Ugye itt tudjuk beállítani, hogy balra, középre vagy jobbra rendezzük. Itt most ugye elég nagy a szöveg, itt ezt nem igazából engedi most, ugye ugyanakkor a betű méret, úgyhogy annyira ez nem, ugyanakkor a szöveg hossza, hogyha ez nem igazából látszódik. És itt alatta a gradientnél lehet beállítani azt a színkeréken, hogy milyen színátmenetek legyenek. Most szándékosan egy ilyen nagyon rondát fogok kiválasztani. Így né. Lehet látni, ugye, hogy azért is itt a pontokat, hogy ahogy odébb húzva, ezt nem akartam. Ugye lehet, hogy egyesével ezeket a pontokat hozzáadni, illetve törölni. Illetve tudjuk mozgatni is. A mozgatással pedig azt állítjuk be, hogy lehet látni, hogy az átmenet milyen hosszúsággal, tehát ugye minél közelebb húzom ugye a két pontot egymáshoz, az átmenet annál gyorsabban megy végbe, míg ugye a másik oldalt pedig ugye lehet látni, hogy akkor ez az átmenet sokkal lassabban ment végbe. És ugye amint még itt nagyon jó ebbe az alkalmazásba, hogy itt van ez a két pont, amivel tudom állítani azt, hogy ugyanígy, hogy az színátmenet az milyen erősséggel történjen, illetve hogy milyen irányba történjen. Tehát akár át is tudom forgatni, hogy gyakorlatilag a pirossal kezdődjön ez az átmenet. Sajnos több átmenetet nem lehet hozzáadni, mert esetleg még érdekesebb átmeneteket lehetnek készíteni. Ugye lehet látni, itt azért lehet, hogy azért jól el lehet ezzel játszani, hogy hogyan menjenek végbe az átmenetek. Tehát nem csak itt fönt a gradientnél lehet állítani, hanem még itt a szövegnél is lehet állítani. Ha kicsit közelebb húzom egymáshoz, akkor lehet látni, hogy innét indul az átmenet, és ugye idáig. Gyakorlatilag ugye a két pötty, ez az egyik kiinduló pont, ez pedig a másik. És közben megy át az átmenet abba az erősségbe, hogy itt beállítottuk. Tehát itt lehet látni, hogy ez kicsit odébb húzom, akkor itt is meg fog változni az átmenetnek a erőssége. Hogy pontosabban, hogy milyen intenzitással megy át a két szín egymásba. És nincs más dolgom, mint ezt hozzáadni a vászonhoz. Tehát gyakorlatilag a projekthez.
elhelyeztem ugye a vásznamon, kicsit kinagyítottam, hogy jobb minőségbe legyen letöltve, és nincs más dolgom, ez a második oldal, letöltöm a második oldalt, mégpedig áttetsző háttérrel. Erre sajnos csak a Pro előfizetéknek van lehetősége, de ez is egy fontos része ennek, hogy ezt így meg tudjuk csinálni, vagy pedig egy külső alkalmazásba, mint a RemoveBG, vagy esetleg a Canva-nak a nem saját ingyenes alkalmazása, ami lehet tudja távolítani a hátteret, ott eltávolítjuk a szövegről a hátteret, viszont ezeknél tudni kell azt, hogy ez mind a kettő esetben minőségromlással fog járni, miközben, hogyha a Canva-ba távolítom el a hátteret, akkor az abban a minőségbe tölti le, amiben itt a vászton szerepel. Szóval letöltöttük a háttér nélküli szöveget, és ilyenkor már nincs más dolgunk, mint megkeresni újra az alkalmazásokat. Most vissza kell pörgetnem fölül, itt van alkalmazások, és a Type Gradient helyett nekem akkor megint a Transform, és akkor a Transform Image alkalmazás kell. Ja igen, mert ide írtam, jó van. Szóval itt a Transform Image alkalmazás. Feltöltöm ugye a fájlt, amit szeretnék. Így beállítom abba a szögbe, hogy szeretném ezt én megcsinálni, és lehet látni, hogy a színátmentes szöveg át is került, föl is került a vászonra, még pedig ugye ebbe a perspektív módba. Itt szintén hozzá tudom adni a jól megszokott árnyékot, hogyha szeretném, most legyen egy, hát még az a lapárnyék ide nem volt a legjobb, és háttérbe sok legyen vetett árnyék. Távolságot szintén kicsit lejjebb húzom, életlenítést egy kicsit följebb teszem, intenzitást is. Így jó is, ezt be is lehet zárni, és akkor kinagyítva a képünket, vagy pontosabban a szöveget a képen lehet látni, hogy el is készült a színátmenetes 3D-s perspektív szövegünk. Így egyszerűen ezzel a két alkalmazás segítségével, illetve plusz azzal a kis trükkel, hogy magát a szöveget áttetsző háttérrel töltöm le, illetve hát az is egy másik megoldás lehet, hogy letöltöm háttérre, és akkor itt a Canva-nak a háttér eltávolítását használom, de igazából akkor ugye az egész kép fog ugye így vetülni, nem biztos, hogy olyan szépen el tudja innét távolítani a hátteret, tehát célszerűbb már háttér nélkül letölteni, hogyha valakinek van Pro előfizetése. Úgyhogy ez a mostani videó ennyi lett volna, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!